Szeptemberben közel 80 9-es diák kezdi meg tanulmányait a 2022-2023-as tanévben Szekszárdon a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikumban. Többek között indul egy 3 éves szakképző iskolai osztály, ők a kereskedelmi értékesítő szakmát sajátítják el. 2 technikumi osztályt indítunk majd el, ebből az egyik a gazdálkodás és menedzsment ágazatnak a tanulói lesznek, míg a másikban egy összetett osztályról beszélhetünk, ott közlekedés és szállítmányozás, illetve kereskedelem ágazatos tanulók fognak majd egy osztályt képezni. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is úgynevezett tanévindító projekt héttel kezdődik az iskola. Ennek során a diákok szeptember 2-a és 9-e között különböző szórakoztató tematikus programok segítségével ismerhetik meg egymást és az intézményt, illetve múzeumba és több céghez is ellátogathatnak majd. Külön lesz kultúra napja, külön lesz a sport napja, egészségnapunk is lesz, külön a szakmának lesz egy napja, és még sorolhatnám, tehát nyilván a Bezerédi nap is egy fontos eleme lesz ennek, amit itt külön kiemelnék, amely a névadónkra, Bezerédi Istvánra fog emlékezni, és ahhoz kapcsolódó projektfeladatok fognak majd történni. Az elkövetkezendő tanévre több fontos célt is kiemelt az igazgató, ide sorolta a hatékony költséggazdálkodást, a tanulók minőségi szakmai képzését, illetve a gyerekek utazását lehetővé tevő pályázatokat, vagyis az Erasmust és a Határtalanul programot is.